Üdvözlöm a kedves nézőket és hallgatókat, ez a Politika belülről. Havonta jelentkező műsorunkban arra keressük a választ, hogy mi, miért és hogyan történik a politikában. Ebben pedig a lehető legilletékesebb személy lesz az állandó partnerünk, segítőtársunk, aki nem más, mint Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Jó napot kívánok! A műsor megnézhető lesz az Erdély Televízióban, meghallgatható lesz az Erdély FM-en, illetve az átirata Transindexen is olvasható lesz. Elnök úr, az Európai Néppártnak ugye szerdán csütörtökön zajlott a kongresszusa Madridban. Ugye sok határozatot fogadtak el, új elnököt, illetve alelnököket is választott az Európai Néppárt. Engem elsősorban az érdekelne, hogy milyen a hangulat jelenleg az európai jobb oldalon. Nagyon bizakodó a hangulat, és hogyha ezelőtt egy évvel hasonló kongresszus tartott, vagy tarthatott volna, és tartott Dublinba teljesen más célral, akkor nem volt ennyire bizakodó a hangulat. Ma úgy gondolja a többsége a tagszervezeteknek, tagpártoknak, hogy a 2016-os, 2017-es választásokon jó eséllyel a néppárt meg tudja őrizni az Európai Unión belül azt a meghatározó szerepét, amellyel a mai napig rendelkezik, hisz a legerősebb politikai alakulat az Európa Parlamentben is a legerősebb, és nyilván olyan politikai döntéseket ma nem is lehet elképzelni, amelyeknek a meghozatalában a néppárt ne lenne jelen, illetve ne hozna ő maga olyan politikai döntéseket, amelyek a tagországokat, de a bizottságot, az Európa Parlamentet is jó értelemben meghatározzák. Én jelen voltam a tavalyi dublini kongresszuson, és számomra az volt az érdekes, hogy bár az Európai Néppárt számára nagyon fontos volt ez az a momentum, hiszen ugye Wilfried Martens halála után akkor választott elnököt is a illetve megerősítette szervezet. A Juncker jelölését. Így van. Ehhez képest mégis egyetlen téma dominálta a kongresszust, mégpedig az ukrajnai válság, ugye Timoshenko is jelen volt, illetve Klitschko is, és gyakorlatilag rockstárként ünnepelték őket azon a kongresszuson. Volt ennyire meghatározó téma az idei kongresszuson is? A migráció és mindaz, ami a migrációval jár, az a panelbeszélgetésekben, a politikai közgyűlésen, ahol a határozatokat, a tervezeteket megvitattuk, ott volt a legélesebb vita egyébként, azt látni kell, hogy azért viták vannak a néppárton belül, nem minden egy hangulat dől el. Ezek a kérdések határozták meg a mostani kongresszust. Valamilyen mértékben az Európai Unió és az orosz viszony is érezhető volt, ugye ez Ukrajnával kapcsolatosan, de akár a szíriai helyzettel kapcsolatosan is, de a menekült válság az, ami minden egyes tagállamot, minden egyes politikust, minden egyes döntéshozót érdekel. Ez természetes, ez meghatározta a mostani kongresszusnak is a fő üzeneteit, illetve a határozatokat is. Azt tudom, hogy az európai jobb oldalon sincs teljes egyetértés, ezt ön is mondta. Mennyire éleződnek ki ilyen helyzetekben ezek a konfliktusok vagy nézetkülönbségek? Ami a kongresszuson történik, az már egy vita utáni állapot, ott nem érződik olyan mértékben a nézetkülönbségek egyik-másik tagállam között, mint mondjuk a politikai közgyűlésen, ahol nagyon éles volt a vita a migrációval kapcsolatos határozat előkészítésénél. Azt kell látni, hogy ma már sokkal inkább törekszenek a néppárton belüli pártok, tagszervezetek, tagpártok vezetői, hogy konszenzusra jussanak. Az árnyalatnyi különbségek érezhetőek, de az északi államok is árnyalták már a menekültválsággal kapcsolatos álláspontjukat. Maga Merkel is nagyon határozottan már, és ezt bárki a nyilatkozatait, ha egymás mellé teszi, hogy két hónap alatt mennyit változott az álláspontja, érezheti. Tehát ő is sokkal mérsékeltebben, árnyaltabban gondolja ma ennek a kérdésnek a rendezését. Illetve hát ott van az egész közép-kelet-európai régió, amely megkerülhetetlen ma ebben a kérdésben, még akkor is, hogyha egyesek úgy gondolják, hogy a migránsválság kapcsán lesz egy más Európai Unió, lesz egy két nagyon erős kétütemű Európai Unió, és ennek ellenére ma nem lehet megkerülni. Nem lehet megkerülni a Nyugat-Balkánt, hisz az Európai Uniós tagállamokon kívüli államok is a néppártnak a részesei, Szerbia, Makedónia, Ukrajna, de most ugye a menekült válság kapcsán főleg Szerbia és Makedónia jelentős álláspontot tud képviselni, és ott voltak az ütköztetések, ott voltak a nagyon erős, nagyon kegyetlen viták, de hogyha a jobb oldalt ezelőtt két hónappal
sokkal nagyobb mértékben a menekültválság megosztotta. Ma azt tudom mondani, hogy sokkal inkább közelednek az álláspontok, és az északi államok és nyugati államok és Németország, Franciaország már sokkal mérsékeltebb álláspontot képvisel. Azt mondja mindenki, hogy a bajba jutott embereken segíteni kell. Ez kötelesség egyrészt. Másrészt ma már ők is belátják, hogy több millió embert rövid idő alatt társadalmilag integrálni az Európai Unió, a tagállamok képtelenek. Ugyanakkor ma mindenki belátja, erre kezd hajlani Görögország is, Olaszország is, hogy a külső határok védelme közös fellépést is megkövetel. Ez a szuverenitás feladásának egy hihetetlenül nagy próbája lesz. A Frontexet már megerősítették valamilyen mértékben, én azt hiszem, hogy a közeljövőben ez lesz az a téma, amely folyamatosan vissza fog térni. Mert tetszik, nem tetszik, ki kell mondani, sem Görögország, sem Olaszország. Nem azért, mert nem jobboldali pártok vezetik most ezt a két államot, hanem egyszerűen azért, mert úgy alakult az évek során, hogy nem szenteltek erre figyelmet, nem tudja a külső határokat védeni. Ez látszik, ezt ma már mindenki elfogadja. Azt még nem fogadják el, hogy egy közös határvédelmi politikát el kell ma képzelni, de afele fog menni a dolog. A másik, hogy a nyugat-balkáni integrációt fel kell gyorsítani. Még akkor is, hogyha Szerbia vagy Makedónia gazdaságilag nincs fölkészülve, látni kell azt, hogy nem szabad velük, nem lehet velük hosszú éveken, évtizedeken keresztül az integrációt elhúzni, csak hitegetni őket, hogy lesz integráció. Tehát valamiféle perspektívát, valamiféle reményt kell nyújtani, másképpen a probléma sok szempontból csak súlyosbodni fog. És azt is látja ma mindenki egyértelműen, és itt nincsenek különbségek tulajdonképpen a tagállamok és a pártvezetők között, hogy egyenként a tagállamok ezzel a válsággal, a menekült válsággal nem fognak tudni boldogulni. Több szolidaritásra van szükség, ez ami nagyon nehéz, be kell látni, és sokkal rugalmasabb döntéshozatali mechanizmusokat kell elképzelni. Másképpen ezt a kérdést nem fogja tudni megoldani egyik állam sem külön-külön. Lássuk, én azt hiszem, hogy egy nagy előrelépés történt a jobboldali, konzervatív, középjobboldali pártok menekültválsággal kapcsolatos politikájának az összehangolásában most a madridi kongresszuson. Hát az ugye elég nyilvánvaló, hogy Romániát maximum közvetve fogja érinteni, vagy érinti ez a menekült válsághelyzet, viszont ez nem jelenti azt, hogy nincsenek nálunk is komoly problémák, ugye, hogyha például a szerei tavaly évi kiszivárgott jelentéséből indulunk ki, akkor azt is mondhatjuk, hogy magyar veszély van Romániában, bár nyilván nem így fogalmaz a szerei dokumentum sem. Számomra nagyon aggasztó egyébként ez a helyzet, hiszen hogyha a nyilvánosság számára készült jelentésről lenne szó, akkor még talán megérteném, hogy ennek valamilyen politikai célja van, hogy egyfajta kisebbségi veszélyről essen szó egy ilyen jelentésben, viszont ez tényleg egy belső használatra készült jelentés. Ez a parlament számára készült jelentés, amit általában nem szoktak nyilvánosságra hozni teljes egészében, csak a bizottságnak a jelentését olvassák fel a plenáris ülésen. Ezeket a jelentéseket tulajdonképpen mi mezei képviselők sem látjuk, mert ez csak a szolgálatokat felügyelő szakbizottság vagy külön bizottság tagjai látnak. Ezért mondjuk furcsa volt, hogy előbb a sajtóba jelent meg, és utána került a parlamenti bizottság asztalára. Mondjuk azért ne gondoljuk, hogy ez véletlen volt, ezt szándékosan akarták kiszivárogtatni. Én egyre inkább azt látom, hogy az elmúlt hónapokban a Helvig kinevezésétől, az Eduard Helvig kinevezésétől kezdődően, minthogyha nagyobb transzparenciára törekedne a szolgálat, illetve szóvivőt is, újságírót, civil embert választott, ami megint csak ritkaság számba megy. Ez érezhető egy részt. Másrészt pedig a szolgálatok soha nem lesznek teljesen transzparensek, ez megint a munkájukkal függ össze. Na most, ami a magyar veszélyt, illetve az etnikai problémát illeti, én szerintem itt továbbra is azon a régi téves úton járnak, akik ezt így megfogalmazzák és a jelentésbe beengedik, benne hagyják, amely a 90-es évektől folyamatosan jelen volt. Ilyen vagy olyan formában, csak nem mindig kapott ekkora nyilvánosságot,
a hírszerzésnek a konklúzióiban. Ez egy téves út, hisz a magyar veszély az ebben a pillanatban sem, ezelőtt 20 évvel sem, ezelőtt 5 évvel sem létezett, hisz a magyar emberek ennek az államnak a polgárai, adófizetői, értékalkotói, és soha a közösség nagyon nagy többsége, azt is mondhatnám, hogy a közösség teljes egészében nem akart rosszat a saját országának, a saját szülőföldjének, a saját közösségének, illetve hát a nagyobb társadalomnak. Ezért én ezt mindig egy téves útnak tartom, azt kell mondanunk nekünk, hogy ilyen veszély nincsen. Egyrészt demokratikus jogállamban pedig bármiféle kérdésről kell tudni beszélni. Szabad kell, hogy legyen bárki számára esetleg olyan kényes témákat is felvetni, amelyek a többség számára ma még elfogadhatatlanok. Például a közösségi jogok, a kollektív jogok kérdése, az autonómia kérdése, bármilyen olyan kisebbségvédelmi kérdés, amely az eddigi megoldásokhoz képest egy nagy töbletet, egy nagy lépést jelentene. Ezt nem szabad úgy tekinteni, hogy bármiféle kockázatot jelentene, ez elfogadhatatlan egy demokratikus jogállamba. Tehát én azt hiszem, hogy a régi reflexek tovább élnek, és ezekből a régi reflexekből kellene kigyógyulnia egyrészt a társadalomnak, a politikának, és nyilván, hogyha a szolgálatok is kigyógyulnának, az még inkább jó lenne, hisz ők azért a döntéshozók számára ilyen vagy olyan elemzéseket készítenek, asztalra tesznek, és azok a döntéseket befolyásolják, gondolom én, ilyen értelemben is befolyásolják. De azt mondani, hogy ez eddig nem létezett, ez egy újdonság a szolgálat jelentésében, ez nem igaz, hisz régen volt egy olyan divíziója is ennek a szolgálatnak, amely a magyarok megfigyelésével foglalkozott. Ezt megszüntették, átalakították az alkotmányvédelmi divízióvá, ahol továbbra is ugye azért vannak gondok. A másik, ami nagyon meglepő ebben a jelentésben, vagy legalábbis az, ami a sajtóba kiszivárgott, hogy mennyi nemzetbiztonsági mandátumra kapott felhatalmazást megfigyelésre a szolgálat. Ez azt jelenti, hogy a legfelsőbb bíróság, vagy azok, akik ezt a mandátumot adják, az a bíró naponta több tucat, akár több tucat jóváhagyást is kellett adjon. Valaki kiszámolta a munkanapokat és a 8 órát elosztva, vagy az összes mandátum számot elosztva kiderült, hogy óránként 2 ilyen jóváhagyást kellett az elmúlt esztendőben csak aláírnia annak a bírónak, aki ezzel foglalkozik. Tehát ez egy hihetetlenül nagy szám. Ennyi politikus nincs ebbe az országba, mint amennyi lehallgatást, nemzetbiztonsági típusú lehallgatást kiadtak. De nyilván akkor, amikor a mai világ biztonságpolitikai kérdéseit próbálják meghatározni, illetve a következő évekre irányt szabni, akkor ezek a, mondjam úgy, hogy kicsit túl lihegett módszerek, ezek jelen vannak szinte minden tagállamban. Románia ebből is, ebben a tekintetben is élen jár. 2001 óta a nagy gond az, hogy az emberi jogok védelme és a biztonsághoz való jog hogyan egyeztethető úgy össze, hogy azért az embernek a saját magán életéhez való joga, intimitáshoz, minden egyébhez való joga ne sérüljön úgy, hogy közben a társadalomnak, a közösségnek a biztonságát is szavatolni lehessen. Nagyon nehéz összeegyeztetni ezt, látni kell, de azt én nagy hibának tartom, hogy a szolgálat magyar veszélyről beszél egy ilyen jelentésben. Ez akár lefordítható úgyis ez a jelentés, hogy ez a része, hogy mondjuk egy átlag hétköznapi romániai magyarnak, magyart jóval nagyobb eséllyel figyel meg a titkos szolgálat, mint mondjuk egy átlag hétköznapi román átlagpolgárt? Nagyon nehéz erre egy olyan választ adni, ami nem spekulatív válasz, azért, mert nincsenek bizonyítékaink. De ha azt nézzük, hogy hány lehallgatásra kaptak engedélyt az elmúlt esztendőben, a 2014-es esztendő, mert erről az esztendőről szól a jelentés, és akkor ezt arányosítjuk a magyar lakossághoz, már az is egy hihetetlenül nagy szám, és általában a történelmi tapasztalatunk az, hogy amikor ilyen típusú lehallgatásokról vagy megfigyelésről van szó, akkor mindig az arányosság elve sérül a mi kárunkra. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a történelmi tapasztalatból kiindulva megkockáztathatjuk azt a kijelentést, hogy igen, azért nagyobb figyelmet szentelnek a romániai magyarokra, amivel megint van egy óriási nagy gondom nekem.
És ez az, amit én folyamatosan mondok, hogy az állam nem bízik a saját polgáraiba. A saját polgárait, mindegy, hogy milyen etnikumuk van, mindegy, hogy milyen vallásuk van, mindegy, hogy mi az anyanyelvük, potenciálisan szabálysértőnek, törvénysértőnek tekinti, ami nem jó. Mert ha a polgár ezt érzi, akkor ő is így néz az államra, az állam intézményeire, nem bizalommal, nem semmiféle. Ha nincsen egy bizalmi viszony a polgár és az állami intézmények között, akkor előbb-utóbb az egy gyenge állam lesz. És mindig én azt mondom, hogy addig, amíg a polgárok nem érzik, az erdélyi magyarok, a romániai magyarok az állam részéről azt, hogy megbíznak bennük, az ő részükről is lesz egy fokozott bizalmatlanság. A másik oldalról nézve viszont ugye ott van a bányászjárások, illetve az Iliescu ellen elindított eljárás ügye. Mennyire fontos ez a lépés a Románia igazságszolgáltatása szempontjából? Én nem is az igazságszolgáltatás szempontjából tartom fontosnak, mert meg kell várni a bírósági döntést, akkor tudunk valamit mondani. Én abból a szempontból tartom fontosnak, hogy 25 év után, 24 év után mégiscsak ez egy cezura. Tulajdonképpen egy olyan fordulatot jelentene, ami reményt adna arra, hogy nem lehet ilyen típusú bűnöket, vagy ilyen típusú cselekedeteket büntetlenül elkövetni. Mert az, ami a bányászjárás volt, az, ami a marosvásárhelyi bányászjárás előtti márciusi véres etnikai összecsapás volt, halálos áldozatokkal is járt, az mind-mind valahol megtervezett, kiagyalt és végrehajtatott terv, cselekedet volt. Ezt nem lehet büntetlenül. Egy társadalom olyan mély sebekkel és olyan mély megosztottsággal, teherrel nem tud tovább menni és építkezni, mint a márciusi véres események, mint a bányászjárás, az első meg a második bányászjárás, és ezt így még lehetne tovább mondani. Tehát én azt gondolom, hogy inkább itt egy olyan fordulatot vélek felfedezni, amivel talán sikerül ezeket a terheket levenni a társadalom válláról, lehet a sebeket begyógyítani, és természetesen a bűnösöket megbüntetni, mert valaki kitervezte, valaki hívta őket, ők meg visszavetették Romániát jó néhány évvel abban a pillanatban, hisz 90-től egészen 96-97-ig, a 90-es évek végéig Romániára úgy tekintett mindenki a civilizált világból, mint egy olyan államra, amelyikbe bármikor egy polgárháborút ki lehet robbantani, amelyben a stabilitás, a társadalmi stabilitás az nem garantált. Ön szerint van reális esély arra, hogy mondjuk az Iliescu ügy kapcsán valamennyire legalább nyilvánvalóvá váljon, hogy mi volt mondjuk a titkosszolgálatok szerepe a bányászjárások idején? Biztos, hogy valamilyen mértékben ez ki fog derülni, illetve hát erről rengeteg dokumentum már napvilágot látott, ugye ezt dokumentálták akkor rögtön, azt követően is kutatták már. Az igazságszolgáltatási része maradt eddig valahol egy szertárban, valahol egy kis fiókban, valahol egy árnyékos sarokban. Most ha ez is megtörténik, és hogyha a bírósági döntés is megszületik, a döntés mögött minden bizonyára komoly tanúvallomások és komoly dokumentumok fognak állni. Én azt hiszem, hogy ezért is fontos, hogy ez a része a bírósági döntés, a bírósági ítélet is megszülessen, ne csak a vádemelés. De azt hiszem, hogy ez egy fontos momentum, és talán sikerül ilyen értelemben is szakítani a múlttal, illetve az átmeneti időszakot ebben a tekintetben is lezárni. Hát nyilván nem fog leállni addig sem az idő, amíg várunk az ilyen típusú bírósági döntésekre, ugye a munka az számos területen folytatódik, például a szenátusban, ugye, amely hétfőn megszavazta a levélben szavazás módszerét, nyilván még a képviselőházi döntés hátra van, viszont az RMDSZ-nek elég komoly fenntartásai vannak ezzel a levélben szavazással kapcsolatban. Mi fenntartásaink elsősorban elvi jellegű fenntartások, és mindenféle egyéb vádaskodás, amit főleg a román kollégák megfogalmaztak, vagy egy-két-három helyen a közvélemény formáló emberek, az a mellékes
és miután az elmúlt napokban ezzel kapcsolatosan sajtótájékoztatót tartottunk, és részletesen elmondtuk a kifogásainkat, azt láttam, azt tapasztaltam, hogy az ott lévő újságírók is egészen másképpen számoltak be az általunk mondottakról, illetve most már 8-9 alapítvány, civil szervezet is levelet küldött a képviselőházba, hogy nem lehet ezt a kérdést úgy lerendezni, hogy a szenátus lerendezte. Az elvi kifogásaink azzal kapcsolatosak, hogy ez a törvény nincs átgondolva, és alkotmányellenes. Egyrészt, másrészt nem végrehajtható, hisz olyan kitételei vannak, hogy ugyanaz az ember eldöntheti, hogy levélben szavaz, vagy kéri, hogy regisztrálják és pecsétel a kezébe, szavazó fülkébe szavazzon. Ez az itteni, itthon élő, Romániában élő emberek számára nem adott. Egyrészt. Másrészt olyat mond ez a törvény, hogy saját maga számára mindenki kinyomtathatja a szavazó lapot. És hogy azon egy vagy több név van. Tehát ilyen nincsen, hisz akik külföldön élnek, azoknak a 43-as választókörzetben van két szenátoruk és négy képviselő helyük. Ők csak arra szavazhatnak tulajdonképpen, nem úgy, hogy ő kinyomtatja, mit nyomtat ki. A biztonságát nem lehet ilyen körülmények között a szavazásnak garantálni. A szavazásnak a titkosságát, ami alkotmányos alapelv sérti mindenféleképpen. Minden egyes államban, ahol a levelezéses szavazást régebben bevezették, ma igyekeznek újra gondolni, mert ezeket a problémákat sehol nem tudták megoldani. Nem tudod megmondani, hogy ki szavazott tulajdonképpen, hisz regisztrálni ugyan regisztrálhat, de más is regisztrálhat a te személyazonossági adataiddal, és akkor, amikor megkapta vagy kinyomtatta, ha így maradna a szavazólapot, senki nem tudja leellenőrizni, hogy ki szavazott, és befolyásolták-e, vagy szabad volt a szavazata. Tehát nekünk alkotmányjogi és eljárásbeli kifogásaink vannak, elvi kérdés, hogy ezt így nem lehet. Azt mondtuk, hogy a parlamenti választási törvény az tartalmazza a 2016-os választásokra, hogy mindenki, aki szavazni akar, külföldön él, az regisztrál, és minden 100 emberre, 100 regisztráltra létrehoznak egy szavazókörzetet, hogy ne kelljen sorbálni. Ez költséges, ez sok szervezéssel jár, ez egy komoly logisztikai munkát jelent, de ez a tisztességes megoldás. És akkor az ember elmegy Milánóba, elmegy Londonba, elmegy ott, ahol él éppen, és szavaz mindenféle tolongás, sorbálás és megaláztatás nélkül. Mi ezt a változatot támogattuk, ezért is szavaztuk meg a törvénybe, a parlamenti választásokról szóló törvénybe. Az államelnök választásra nincs megoldva, én ezt elismerem, de nem szabad összekeverni az államelnök választást, a parlamenti választást, az Európa parlamenti választást, ezeket mind külön-külön kell kezelni, és ki kell zárni az, hogy később megkérdőjelezhetővé váljon, mert mi van, hogyha 6 hónap múlva bebizonyosodik, hogy néhány tízezren vagy százezren duplán szavaztak. Így is, meg úgy is. A választási eredményt ez már nem fogja megváltoztatni, de lehet, hogy közben az ország egy más irányba, egy más kormánnyal elindult valahová. Tehát azt a lehetőséget egy percig sem szabad megadni, hogy ilyen módszerrel a választások tisztasága, törvényessége megkérdőjelezhetővé váljon. A többi parlamenti párt milyen megfontolásból szavazta meg gyakorlatilag? Kivételnék, ugye 117-10 volt az aránya az igen és a nem között a szenátusban. Tehát nyilván nehezedik egyfajta nyomás a politikumra, ugye pont az államfőválasztási procedúra kapcsán. Rosszul értelmezett nyomás a közvélemény részéről, hogy itt volt egy probléma 2014-ben, ezt meg kell oldani. És ilyenkor a populizmus az embereket a hülyeség fele szokta nyomni, a politikusokat is. És 2007-ben egy hasonló helyzetben voltunk, amikor az egyéni választókerületes rendszert bevezették. Akkor is ugye az államelnöktől kezdve néhány NGO-ig föl turbozták a hangulatot, hogy egyéni választókerületes rendszer kell, mert az megreformálja a parlamentet, a politikai osztályt, a választók, a választottjukat ismerik, rászavaznak, egy emberre szavaznak, egy kerületbe. És akkor is mondtuk, hogy maga az elv szép, de a rendszer, ahogy ki van találva, óriási problémákat fog okozni. Két mandátum, két választás után beismerte mindenki, hogy nekünk igazunk volt, akkor is magunkra maradtunk a szavazással, és mindenki elfogadta, hogy meg kell változtatni, és megváltoztattuk a törvényt 2016-ban, már nem az egyéni választókerületes rendszer fog működni. Azt mondtuk, hogy higgyék el nekünk, hogy ezzel a levelezéses szavazással
a levelezéses szavazásnak ezzel a formájával. Biztos, hogy egy szavazás után olyan mérhetetlen elégedetlenség, cirkusz lesz, és olyan törvénytelenségek, hogy oda fogunk jutni, hogy újra kell gondolni. Nem szabad egy társadalommal kísérletezni. Nem szabad egy társadalomba olyan típusú megoldásokat bevinni, amelyekről eleve tudod, hogyha négy szem közt beszélünk a liberálisokkal vagy a szociáldemokratákkal, ők is elismerik, hogy egy hülyeség, utána meg mennek és vidáman szavaznak, mert hogy akkora nyomás. És mondjuk nekik, hogy ezt nem szabad csinálni, oda fogunk jutni. Ugye az egyéni választókeretes rendszertől nem lett jobb a parlament minősége. Nagyobb lett a parlament, ellenőrizhetetlenül változik a parlamentnek a száma, és hihetetlenül megnövelte a politikai korrupciónak a lehetőségét. Ez látszik abból, ami az elmúlt években történt. A pártfinanszírozás, kampányfinanszírozás különösen olyan irányt vett, ami rengeteg visszaérésre adott lehetőséget, és mi azt mondjuk, hogy az egyéni választókerületes rendszer ezért is bukott meg többek között. A szavazás, a levélen keresztüli szavazás is hasonló, de ennél sokkal nagyobb problémákat is felvethet, és felszínre hozhat, nem szabad kísérletezni. Mi azt mondtuk, hogy megtámadjuk az Alkotmánybíróságon. 25 szenátornak vagy 50 képviselőnek az aláírása szükséges ehhez. Vannak, akik nem támogatják ezt a törvényt, talán össze tudjuk gyűjteni a megfelelő aláírást az alkotmánybírósági keresethez, de azt sem tartom kizártnak, hogy a szenátus elnöke Törícsánú fogja megtámadni, mert neki joga van alkotmány szerint és a törvény szerint megtámadni, mint szenátus elnöke, hisz ő maga is elmondta, hogy ez így teljes mértékben használhatatlan és alkotmány ellen és ez a törvény. Jó lenne megakadályozni, hogy ismét egy olyan kísérletet indítson el a román politika, amely biztos, hogy csődöt fog mondani. Ha már a választások szóba kerültek, akkor nyilván az önkormányzati választásokra is rendkívüli módon oda kell figyelni az RMDS-nek. Ugye itt már bizonyos városokban gyakorlatilag kampányhelyzet is volt, hiszen Marosvásárhelyen egy nyitott előválasztás során dőlt el az, hogy ki lesz a közös magyar polgármester jelölt. Mennyire lehet azt mondani, hogy kőbe van vésve akkor, hogy Sors Zoltán lesz Marosvásárhelyen a magyar polgármester jelölt? Ami bennünket illet, ez megmásíthatatlan. Az előválasztást azért szerveztük meg Marosvásárhelyen, mert a többsége a Marosmegyei Marosvásárhelyi szervezetben a kollégáknak úgy gondolta, hogy ezzel meg lehet előzni mindenféle későbbi vitát, és azt ígérte mindenki, kivéve a független jelöltet, hogy a nyertes mögé beáll. Én azt mondtam, hogy ha nem mi fogunk nyerni, ha nem Sor Zoltán fog nyerni, akkor mi nem fogunk magyar jelöltet állítani, azt támogatjuk, aki nyer. Ha Barabás nyer, Barabás, ha Portik nyer, akkor Portik lesz a magyar jelölt. Ezt várjuk el az Erdélyi Néppárttól is, ezt várjuk el a független jelölt től, illetve az őt támogatóktól is, mert másképpen nem lesz magyar polgármestere Marosvásárhelynek. Van egy váltás hangulat a mostani polgármester ellen, ez a közvéleménykutatásból egyértelműen kiderül. A magyar embereknek, a marosvásárhelyi magyar embereknek kell elsősorban eldönteniük, hogy mit akarnak, mert eddig mindig magyar szavazatokkal választották meg Flóriát. Nem csak a románok választották meg. Tehát a magyar közösség, ha úgy gondolja, hogy magyar a polgármestert akar a városnak, akkor most van lehetősége. A mi részünkről ez a döntés nem fog változni. Én is láttam a mindenféle román sajtóba jól értesült forrásokra hivatkozó cikkeket, én ezeket manipulatív és rosszindulatú cikkeknek nevezném. Azért Vásárhelyen van előzmény annak, hogy egy jelölt van, és aztán egy hirtelen más lesz. Volt, sok mindenre volt előzmény Marosvásárhelyen. Én azt szeretném, hogyha ott a kis stílú viták az RMDSZ-en belül, a magyar politikán belül eltűnnének. Ne azzal foglalkozzanak az urak, hogy ki kit fog majd a pálya szélére nyomni, hanem foglalkozzanak azzal, hogy legyen egy erős frakció a városba, és foglalkozzanak azzal, hogy nyerje meg Sor Zoltán a választást. Ennek kell alárendelni mindent Marosvásárhelyen. Ebben mi partnerek vagyunk, sőt, mi ezt támogatjuk, mi ezt ösztönözni próbáljuk a magunk eszközeivel, és én bízom benne, hogy a marosvásárhelyi magyarok is úgy gondolják, hogy annyi esztendő után most már lehet váltani, kell váltani. Azért nem volt rizikómentes ez a marosvásárhelyi előválasztás, egyrészt ugye azért meg kérdéses volt, hogy mennyire sikerül mobilizálni az embereket. Hát így a számadatok alapján azt lehet mondani, hogy azért nem volt ez egy teljes siker a mobilizáció szempontjából.
ugyanakkor meg ugye egy érdekes versenyhelyzetet teremtett a jelöltek, illetve a jelölteket támogató pártok között is, hiszen mondjuk egy önkormányzati választáson elég valószínűtlen, hogy például az EMMP ilyen eredményt tudna elérni, most viszont amiatt, hogy nem volt úgynevezett bejutási tétje ennek a versenynek, nagyon jól sikerült szerepelni a Portik Vilmosnak. Igen, tehát azt látni kell, hogy a Portik szavazatai azok nem az EMMP szavazatai, és azt is látni kell, hogy az RMDSZ jobban áll, mint amennyi Sors Zoli kapott. Tehát nekünk a célunk az, hogy Sors Zoltánt emeljük, továbbra is emeljük, és ismertségét és a bizalmi indexét növeljük, illetve hogy ő maga olyan programmal álljon elő most már az előválasztásokat követően választási programmal, amely meggyőző tud lenni. Nem szabad összekeverni a dolgokat, én is így gondolom. Másrészt, akik azt gondolták, hogy egy előválasztáson tízezrek vagy több ezer ember, mint amennyi részt vett, fog megjelenni, azok soha nem vettek részt előválasztáson. Én magam előválasztásokból kerültem a politikába, úgymond a képviseleti politikába 2000-ben, meg 2004-ben. És én tudom, hogy mit jelent előválasztáson részt venni, azt megszervezni, és hogy körülbelül mekkora mozgósító ereje tud lenni egy előválasztásnak. Én azt gondolom, hogy az a 4000 és valamennyi ember, aki elment, az még mindig több, mint egy 70, 100, 150 vagy 200 fős küldött gyűlés, és igenis ezek az emberek úgy gondolták, hogy nekik már ebben a fázisában a jelöltállításnak véleményt kell mondaniuk, és ők lesznek azok minden bizonyára, akik a mozgósításba 2016-ba is be tudnak szállni, és azokat, akik az előválasztáson nem vettek részt, mozgatni tudják. Az előválasztást megnyerni nehéz, de nem azt kell megnyerni. Mindig azt mondtam, hogy a választást kell megnyerni. Marosvásárhelyen azt tudtuk közösen bebizonyítani tulajdonképpen, hogy először és minden nehézség ellenére le lehet bonyolítani egy ilyen típusú jelöltállítást, és most a kérdés valóban az, hogy az ígéreteikhez híven a jelöltek és az ő támogatóik odaállnak-e az egyetlen egy magyar jelölt mögé, vagy valamilyen ürüggyel kihátrálnak mögül-e. A másik kérdés az, hogy a marosvásárhelyi magyarok elhiszik-e, hogy váltani lehet, és akarnak-e váltani. Mert ismétlen, eddig Flóriát mindig a magyarok szavazatával választották polgármesterré. Érdekes az, hogy különböző városokban egészen más típusú előválasztásokról lehet szó. Ugye ott volt például Szatmárnémet, ahol ugyan volt előválasztás, de egészen másképp volt megszervezve, nem egy nyitott procedúráról volt szó. Ott volt Marosvásárhely, ahol teljesen nyitott volt, sőt, tehát még csak az sem volt, hogy RMDSZ-es előválasztás lenne, hanem ez egy összmagyarságot érintő előválasztás volt. Ott van ugye Székelyudvarra helyezett, ahol már is, hogyha jól tudom, akkor talán van két polgármester jelölt is az RMDSZ részéről, aki nyilván, aki szeretné betölteni ezt a tisztséget, ugye arról sorsolja, aki nemrég jelezte, hogy ő indulna az RMDSZ színeiben, illetve Bunta Levente jelenlegi polgármester. Egyáltalán ki dönt arról, vagy hogy történik a döntés arról, hogy melyik városban, vagy melyik településen lesz előválasztás, és ha lesz, akkor milyen típusú lesz az? Marosvásárhely és Szatmárnémeti két külön eset a többihez viszonyítva. Ezért ott azt mondtuk, hogy mielőbb kell tudni, hogy ki a jelölt, mert nem szabad a jövő tavaszig várni, addig, amíg egyébként az egyéb fajta jelöltállítási procedurák tartani fognak, hisz mindenhol nem fogunk mi október-novemberben jelöltet állítani. A nagy többsége az esetek 99%-ában a következő évben, februártól arrafele fogjuk a jelöltállítást lebonyolítani, és ez így természetes. A megyei területi szervezetek számára elég nagy szabadságot biztosítunk abban, hogy milyen módszert választanak. Az urnás előválasztást, a közgyűlést vagy a küldött gyűlést. Én azt mondtam, a legfontosabb az, hogy a helyi közösségből érkezzen az az óhaj, hogy hogyan akarnak jelöltet állítani, és mit tartanak elfogadhatónak. Egy kis településen valószínű, hogy előválasztást megszervezni sokkal könnyebb, de nem biztos, hogy érdemes. Egy nagyobb településen minden bizonyára egy közgyűlés sokkal jobb, mint egy szűkebb körű küldött gyűlés. De a helyi sajátosságokat figyelembe kell venni. Mi ilyen szempontból szövetség vagyunk, nem párt, nem erőszakoljuk rá egyetlen megyei szervezetre se, hogy így járjatok el. Marosvásárhelyiek is, a szatmárnémetiek is maguk döntötték el, hogy milyen utat választanak, és Szatmárnémetiben is nyitott volt, hisz jelentkezett oda olyan is, aki nem RMDSZ-es politikus,
Az igaz, hogy egy közgyűlésen döntöttük el, nem, vagy döntötték el a kollégák, nem urnás előválasztáson. A lényeg az, hogy az eredményt azt a közösségnek minél nagyobb része azt elvárni, hogy 100%-osan elismeri és támogatja, 2015-ben balgaság lenne, de hogy ne kérdőjelezze meg a nagy többség a jelöltállításnak a módozatát, és a megválasztott, kiválasztott jelöltet legyen képes támogatni. Én ezért azt mondom, hogy minél több embert be kell vonni. De ezt sokféleképpen meg lehet tenni. Marosvásárhelyt, Szatmárnémetit külön kezeltük udvarhelyen, el kell dönteni majd, nem most ott nem szabad dönteni, ott el kell dönteni szerintem valamikor a jövő év elején, februárban, márciusban, nem korábban. Nem biztos, hogy csak két jelölt lesz, az is lehet, hogy több jelölt lesz, az is lehet, hogy ott is előválasztást kell szervezni, az is lehet, hogy közgyűlést kell, nem tudom megítélni, ezt majd az udvarhelyi, a széki területi szervezet fogja eldönteni. Azt hiszem, hogy a végére egy picit eltávolodhatunk a politikától és a kultúráról is beszélhetnénk egy picit. Ugye október 10-én zárult le egy olyan folyamat, amelynek az elindításakor ő még kulturális miniszter volt. Ez az Európa Kulturális Fővárosa jelentkezési határideje volt október 10-e, és bár még nem nyilvánosak a pályázó városok nevei, körülbelül 12 városról lehet tudni, akik megpályázzák ezt a címet. Köztük számos olyan város is van, amely jelentős magyar lakossággal rendelkezik. Nyilván ugye ott van Sepsiszentgyörgy, amely az egész Székelyföld nevében nyújtotta be pályázatát, ott van Marosvásárhely, illetve Kolozsvár is, de ami számomra nagyon érdekes az az, hogy a többi jelentkező kommunikációjából is azt lehet kiszűrni, hogy mindannyian nagy figyelmet fordítanak a multikulturalitásra, gyakorlatilag nincs olyan jelentkező, aki a pályázatában vagy a pályázatához kapcsolódó Facebook kommunikációban vagy a honlapjukon ne lenne kiemelt szerep biztosítva a multikulturalitásnak. Az a nagy kérdés, hogy mennyire van összhangban mondjuk az, amit egy pályázat felvállal, azzal, amit mondjuk egy városvezetés képvisel, hiszen ugye Kolozsvár esetében a kétnyelvű helység névtábla ugye már régóta problémás, Marosvásárhelyen ugye szintén a kétnyelvű utcanévtáblák miatt van folyamatosan probléma, ugye Dorin Flóra éppen a napokban jelentette be azt, hogy mégsem lesznek kétnyelvűek az utcanévtáblák. Ön szerint elképzelhető az, hogy ez a kulturális főváros pályázás sorozat elindít egyfajta folyamatot, ami a politikumba is át tud szivárogni, és ott is érthetővé teszi azt, hogy a multikulturalitás, vagy akár az interkulturalitás ugye valóban fontos? Elindított egy ilyen folyamatot, ezt ma nagyon nehéz megítélni. Én azt hiszem, hogy a pályázók közül nagy többsége nem is nyújthatott volna be más pályázatot, mint egy olyat, amely több kultúrára odafigyel, egy interkulturális kőzegről készít egyfajta röntgent, illetve annak a pályázatát nyújtja be, a terveiről beszél, mert hogyha Jast nézzük, tetszik, nem tetszik, Jas egy olyan város, amelyben több kultúra élt együtt, az, hogy most már ezeknek csak a nyomai lelhetőek föl, az egy másik történet. Egészen Temesvárig, amely megint csak egy sok kultúrával, kulturális örökséggel és jelenleg is sok különböző kultúrából érkező értékekkel bíró város, és ezért is én azt gondolom, hogy annak lesz igazából sikere, vagy hogyha a dolgok jól mennek, annak lesz sikere, aki ezeket a típusú kulturális párbeszédeket, az interkulturális viszonyokat tudja kihasználni, kamatoztatni. Én három pályázatot láttam, nem láttam az összest, a Sepsiszentgyörgyiekét láttam, a kolozsváriakét és a jassiakét. Most magunk között a legtetszetősebb az a Sepsiszentgyörgyieké. De a jassiakét sem tartom rossznak. Lássuk, van egy verseny, egy egészséges versenyből biztos, hogy az a néhány pályázat, amely tovább megy a második fázisban, még javítható, jobbítható, és hát miért ne legyünk optimisták? Miért ne gondoljuk azt, hogy valamelyik erdélyi város fogja megnyerni? Bár szeben után vannak, akik azt mondják, hogy még egy erdélyi város nem nyerhet, most már kellene menni, vagy
Moldvába vagy Olténiába, az Ókirályságba, de én optimista vagyok, és abban bízom, hogy mégiscsak valamelyik erdélyi város fogja ezt megnyerni. Nem hiszem, hogy egyébként azt, hogy a nemzetközi zsűrit befolyásolni lehetne ilyen típusú érvekkel, hogy földrajzilag hol helyezkedik egy adott város. De a szándék azért, lássuk be, létezik. Létezhet. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm is a lehetőséget. Köszönjük, hogy velünk tartottak, egy hónap múlva ismét találkozunk. A műsor nézhető az RD TV-n, hallgatható az RD FM-en, illetve átirata a Transindexen is olvasható. Viszontlátásra!